Autocross, az mehet. Nyílnak a kubuk. Balesetet? Ja? Hát most már így nem. Megint elfelejtettem az utolsó körbe menteni. Ha mentettem volna, akkor nézhettük volna persze, de visszajátszást se mentettem. Ez olyan rossz dolog, hogy nem lehet visszanézni a nagydiakat. Mindig elmenteni, mert kifagy. Jaj. Hát kétszer kellett emiatt ürefudni olyan versenyt, amit megnyertünk. Miért van, hogy, tehát ezért van bennem ez a nagyon nagy félsz. Igazából. Világ legsúnyibb kapuja. Fejét verném bele abba a kapuba, aki azt odarakta. Ilyen barom. Inkább megérinteni kell, és úgy elrontani. Az meg! Jó van, nem futom újra. Az 5 másodperc, ha meg kihagyom 10. Kettő kapu pedig bele szokott férni. Hát, lassultam. Lassultam, kijöttem ebből a szar szuperautózásból. Nem baj, egyszer nekifutottunk. Általában így lesz majd a jövőben szerintem, hogy ha van kedvünk, megcsináljuk, de túlságosan nem fogom túl erőltetni, mert hát na. Szervusz, Peti. Na hát örülök neked. Az időjárások mondjuk nem, hát kutyafáját. Hát ez alakul. Sokat alakult ez most már, nem? A verseny közepe fele lesz majd egy kis zuhé. Oda néz. Úristen, menj már! Hát milyen közel vagyunk a Mercedeshez, Ferrarihoz? Azta! Úristen! Szezon második felére bajnok esélyes autónk van. Hellóka! Hát a végén nézenek oda. Na hát. Nem lesz ott kocka. Szerintem. Kösz. Kösz. Legalább a kocsi bajnok esélyes. Jó van, látlak. Egyébként nem sokan hoztak erre a nagy díjra fejlesztés, hát ugye McLaren legfőbb riválisunk. Na, egészen egálba vagyunk. Hát itt a McLaren nagyon erős lesz, hát itt nem sok esélyt látok arra, hogy a csapatot megszorongatunk azért. Vagy igen, rácáfolunk, mégis motorra tudjuk kompenzálni, hát farságot. A Williamsnek ilyen jó kasznia van. Komolyan? Őha, hát a végén nézzenek oda futamot nyernek majd itt ők. Tényleg megbízhatóságot húzzák-e vajon? Aha. Szerintem picikét húzták már az ellenfelek. Sőt, biztos, mert hát mi is fejlesztettük azt. Vagyis fejlesztjük. Fejlesztés alatt áll. Igen. Jó, mi az, amit meg kell nézni? Ja igen, futam végeredménye. Ja. Perez nyert. Sajnálatos módon. Ez ultragáz, hát inkább Verstappen nyerjen már, hát... Jézus Mária, ez nagyon...
Megalázó. Hát... Perez az Perez, ugye? Tudja kinek a kie. Évek óta ez már így megy. Ilyen véletlen nincs. Hát, hogy egyik évben nincsen normálisan belőve. Mindig túl van húzva. Még egy Verstappen mellett is ezt eljátszák, hát szóval. És mindig Perez. Ez nem mondjátok nekem, hogy véletlen. Ilyen nincs. Évek óta, tehát vagy legalább 5 éve ez van. Nem most jöttünk a 620-assal talán. Gondolom. Jó van, mögöttünk itt, hogyan vannak? Norris, aha, hát igen, egy 33 ponttal van ő elmaradva. Akkor Ricardo van mögöttünk 6 ponttal. Meglepő módon Ricardo nem ment rosszul. Én gondoltam, hogy Norris azért, hogy jobban oda fog durrantani Ricardónak versenyen, de olyan lassan ment, mondom, hát előzzük meg. Meg tényleg az volt ott a terv, hogy itt a kocsikázunk mögötte, tartalékolunk, de annyira ráestünk, mondom, előzzük meg. Hát az meg, hogy kiesett a félmezőny. Hát most említom, hogy került abba bele. Hát az ő fókuszát biztos, hogy nem javította ez a nagy díj. Hát szerintem mindentől kezdve nagyon komoly lejtőre fog kerülni Russell-lel szembe. Ami azért hát elég fura. Stroll meg vagy 13 másodpercet rávert a mezőnyre, olyan kört rakott össze. Azért én ilyen időket nagyon ritkán szoktam látni. Nagyon-nagyon ritkán. De mindig mástól szoktam hallani, hogy ó, hát van óriási generálás, van. Na. Mondja, hogy Kanada. Hát eléggé. Alien. Igen. Hát érdemes visszanézni talán, én gondolom, nem tudom, hát érdemes visszanézni. Elég izgalmas verseny volt, szerintem. Nem lehetett tudni, mikor fogom összetörni. Nem, hát ilyen érzés nem tudom, hogy mennyire van másban egy ilyen verseny alatt. De benne biztos, hogy ez lenne, hogy az ki, most fogja összetörni, most, és nem. Pedig azért voltak megingások, voltak, hát... Jó. Prima donna. Jó van, Alien. Hát ahogy érzed. Sok sikert hozzá. 5-6 tized a különbség gumik között. Jól van. Egyébként meg, hogyha a múltját nézzük ennek a kanadai nagydíjnak és a brit nagydíjat, hát akkor ott is hasonló esélyeink lesznek jó eredményre, mint ami volt Azerbajdzsánban. Ezek megismétlődhetnek a mai nap. Ezért ez fájó. Esetleg valamit hibázok majd. Ja. Nagyon fájdalmas szokott lenni. Láttam esőt az előbb. Hol van az? Aha, ott van. Jól van. Nagyszerű. Tényleg nagyszerű.
Szerintem itt is az lesz a stratégia, ami volt az előző nagy dion. Közepes, kemény. Nem fogok én itt szenvedni a lágyjal még. Viszont biztos, hogy az idő előre haladtával majd meg lehet oldani azt a lágyat, én úgy gondolom. Nem létezik, hogy nem egy két fejlesztés, hogyha még kettő fejlesztés, amíg tudunk hozni a gumikezeléshez, akkor az igencsak jó lehet. Na, menjünk egy kemény gumit. Hú, várjál. Itt biztos, hogy nem lesz jó ez a szárnyálás. Az tuti ziher. Várjál csak, mit mennek az ellenfelek? Nézzük meg. Itt nézzük, mondjuk, hogy McLaren nem kéne. Őket őt is meg lehet nézni akár. Ezt megvárjuk. Mert nem is várjuk meg, hát itt a pörgetés. 3-23, ja. Jó, oké. Ja, hát az lehetséges, Peti, persze. Igen. Hát valamivel bátrabban lehet ő piszkálgatni. Ez biztos. Haha! Köszi, Michael! Most megnéztem, ránéztem arra, amit küldtél. Menő. Rendben van. Lehet, hogy valahogy felhasználom. Ha nem probléma. Rendben, köszi. Perez, nagyon jó, végre. Ha? Visszajött a boxba. 3-24? Russell. Hát ez szerintem nagyon sok. Hát körülbelül, hát kezdjünk így, hogy kettővel visszavettük a szárnyakat. Ez tipikusan olyan pálya szokott lenni, ahol ezt meg kell csinálni. Olyan kigyorsításokat kell majd itt kompenzálni. All set, we're ready to go, so let's get the car out onto the track. Mi a karma? Hát holnap után? Discordon? Te sem vagy fönn? Hát miért nem? Hát tessék fölbenni, a bejelentése szobában ott van minden. 24 órás maraton lesz, csütörtökön, egyben, F1 Manager maraton. Hát persze. Hát nehogy lemaradjál róla, aranyapám. Olyan 24 órá... Mi ez a beállítás? Ezt nem állítottam be? Ja, lehet. Oké, okay, jó, mindegy. Edünk. Itt leszel végig a 24 órás maratonon? Azt akarod mondani? Ki a Gergő? Ezek szerintem nagyon várod ezt a játékot. Ezek után nincs más választásod. Ja nem, bagi nem. Majd holnap. Holnap jobban ráérek, sokkal jobban. Ó, hideg! Na gyerünk! Nézzük, mit tud a Verda Kanadába. Szerintem Kanada kompatibilis a Verda.
Meg kell tolni ezt a nagy díjat most. Oros. Baszki, de elrontottam. Vissza lehet ezt még hozni vajon? Iha. Végsebesség. Egészen jó. És mi lett volna akkor, hogyha nem nyomom az R-est? Mi lett volna akkor, hogyha nem nyomom a... lefelé a szárnyakat? Okay, that lap was no good. We need you to improve on that. Hát 3.17, jó az kb. Jó esetben. Most kell nyomni. Tehát leginkább itt az lesz a probléma, hogy nekik olyan gyorsulásuk lesz, hogy ők azt a 3.23-at olyan gyorsan elérik, hogy... fájni fog. De nem baj, majd ellensúlyozunk. Super job so far. We're getting great data. Stay focused. Okay, I'm gonna do. Oh, your kormány pattogás az hallatszódik? Hát én fülesen keresztül hallom, most megőrülök tőle, amikor. Állókövek. Ja, hogy csak akkor, ja, akkor jó. Great lap. You nailed exactly what we asked for. Keep it up. Okay, expect to see some rain about 10 to 15 minutes from now. Okay, no issues with tire wear for now. Keep taking care of them. Nem rossz ez eddig. Ugye? Ja, egész jó. Super job so far. We're getting great data. Stay focused.
amitől pattoghat a kormány. Zivacs. Vékony zivacs. Mi alá? Nem kell. Nem úgy pattog. Hanem valami itt a kormányrúdnál. Valamitől. Ahogy forgatom a kormányt és... akkor valami. Tehát, hogy ellennyomom a kormányt, hogy fordulok. Nem tudom elmondani. Nehéz. Mindegy. Igazából csak... féltem. Még egy kormány nem kéne a nyáron bazilikáznom. Nem tudom. Tehát valahogy így tudom magam a lehető legjobban beleélni. De korábban ez nem így volt egyébként, Gergő. Korábban hátradőlve játszottam. Úgy lenne jobb hátamnak, nyakamnak. Annyira mereven játszom, hogy őrület. Ja. Ez mi fáradok el sokszor nagyon. Úgy beleélem magam, hogy őrület. K29. Felkiáltója karrier, alassa is ott mindent meg tudsz remélhetőleg. Karcolja. Hát szőnyegen van egyébként. Szőnyegen vagyok. Parketta. Parkettán amúgy, de ennek az egész szerkezetnek van egy szőnyege külön, hogy ne sértse a parkettát, meg ennyi. Tából. Meg könnyebb cipelni is bárhova. Kibán áthúzom szőnyegest, összevasz. Egyik szobából a másikba. Ezt szoktam csinálni sokszor. És hát ezt fogom majd ma este csinálni. Igazából hónapok óta nem hónapok volt, tehát lassan két hónapja, mióta megjelent az F1, ez a F1 22 azóta, még ebben a szobában van. Mindig félre van húzva, az kész. Mondom, ha esetleg úgy volt, ha esetleg. De tudtam azt, hogy jövök, megyek, veszem a dolgom, alszok egyet, aztán reggel folyt köv. Őrület. Hát ez felejthetetlen nyár volt egyébként, ez felejthetetlen. Lesz, felejthetetlen nyár lesz, de még nincs vége. Örületesen jó volt, alig várom a következőt. De persze nem úgy mondom, hogy jaj, legyen már nyár. Nem. Évezzük ki az élet minden pillanatát, ne sürgessük az időt, ennyi. Úgy kell élni, hogy minden nap egy ajándék. Mert ami tényleg az. Talában egy csomó, rengeteg csodálatos dolog van a világban. Meg annyi külső dolog van, ami erről próbálja elvonni a figyelmünket, hogy véletlenül se tudjuk megvalósítani önmagunkat. Őrület. Én úgy gondolom, hogy vagyunk annyira emberek, vagyunk a csúcs lényegében,
Ha mi nem tudjuk megerőszakolni magunkat, akkor senki. Úgyhogy ennyi, összeszorított fogakkal. Olykor, de tűzön vizen, mindenen. Picikét szerintem én visszaveszem még a szárnyakat. Tatsz per kb. Így. De kemény gumival nem volt rossz az a tapadás szerintem, bár ha megtankoljuk, akkor valószínű, hogy majd itt lesz némi jaj veszélykelés részemről. Ja, hát nem Gergő, persze. Hogy ne. Én is nézegettem, mikor halálan volt a másik kormányom. T29 volt. Horror, nem hogy horribilis, horror. Röviden, tömören. Durva. Aztán lehet hallani azokról a kormányokról is jóskán problémákat, hogy újraindul, meg ilyen probléma, olyan probléma van. Én nem tudom, mondom, hogy vele, ki az 500 000 forintot egy szaros kormányra? Ilyen problémák vannak? Melyről egyébként fene se tudja, hogy most egy játékfejlesztő brigád tehet, vagy maga a kormány készítő, akik lefejlesztik a programot és a több. Hát számtalan. Báról hallottam már. Most ezt nem úgy kell érteni, hogy nem szabad ilyet venni, vagy egy fanatek kormányt venni mondjuk. Tehát vannak gondjai ugyanúgy annak is. Sőt, annak szerintem több ilyen szoftveres gondja van, mint egy, hát nem is az, hogy annyi, de van neki is. Simán van egálba egy Logitech-kel, vagy egy Thrustmaster-rel. Szerintem hallomásokból, amit tapasztaltam. Nem. Ez túlzás azért már így fogalmazni, az... Ez csak egy vakansistás gondolat. Azért... Annyi pénzt nem lehet csak úgy előteremteni egy kormányra. Azért... Hogy is mondjam... Picikét többet kell beledobni mindig a persejbe napról napra, és akkor talán majd 30 év múlva meg lesz. Nem tudom, most csak mondom itt az őrült nagy számokat, most nem kell készpénznek venni. Hát nem is kéne állítani itt ezen az autón, nem volt ez rossz. Azért annyira nem kéne beáldozni a végsebességet. És a leszorító erőt. Itt vezetés technikailag előnyben leszünk. Első szektort azt mindig össze kell flottul rakni, rengeteget lehet nyerni majd. Abból a kigyorsítást egyszerűsítja, megint résen kell lenni, ahhoz meg ugye jó leszorító erő kell leginkább. T300RS, hát az... Az se volt, hát 200 fölött van, az is szerintem. Valószínű. Százötven körül. És ahhoz van kormány is? Right, try to nail as many corner gates as you can. The faster you get through each corner, the higher the score. You'll need to deploy your DRS in the DRS zone as well. Radar suggests some weather's going to hit in around 5 minutes time, so stay on your toes. Okay, DRS zone coming up. Get ready to open it. Distances on your MFD. Okay, take me door, Willie. Thank you.
Hát ez egy minimális előrelépés lenne. Van a T300-es. Na mindegy. Nagyon-nagyon távol áll tőlem ez a váltás jelenleg. Great stuff, mate. You've pretty much nailed this circuit. This is a really strong foundation to build from over the course of the weekend. Nem vagyunk rosszak, bakker. Hát 12-3-at jöttünk kemény gumival. Közepesse jövök 11-5-öt. Lágyon jövök 1-10-8. 1-10-8. Ez lesz a tuti köridő. Apukáim. Hát ez nem rossz. Ejha! Azt a mindenit! Rendesen befogott a hátulja! Öregem! Jűha! Hát egy működő kocsikárát elkérik érte. Igen. Ja, ja, így van, Peti. Igen. Brutális. Semmit nem ünneplünk egyébként. Semmit, semmit. Minden okés. Az eri eredményt. Siker széria indul az Alfánál egyébként. Igen, igen, az. Az lesz. Igen. Most indul. Elindult már, sőt. Azerbajdzsánba elindult. Igen, igen. Jaj, de jó hangzik. Csak kettő? Úristen. Úristen. Az átlagos sebességet írja el. Ja, várjál, óriási... Óriási baj van. 329-et pencul oda? Mi? Baszki. Normális ez? Ezt a lágyat itt hagyjuk, erre nincs szükség. És akkor átadjuk a kettes szabad edzése. Így. Öregem! 3.30-at simán mentek az ellenfelek. 3.30! Ennek azonnal utána kell járni most. Hát ha ez... Ha ezt mi nem tudjuk megközelíteni egy ilyen... The session has drawn to a close, so let's review our top three. Perez, Verstappen, and Lando Norris. What an incredible practice session. Egyébként ez így összidőnkbe nem igazán érződik, de kulcsfontosságú helyeken sokkal gyorsabbak. Ami tipikusan a valós Alfa Romeo-t idézheti elő majd. Akár komolyan. Ők is gyorsak, de utolérnek valakit, nem tudják megelőzni. Asszus, ne! Meddig lesz eső? Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Ennyi el eső, ennyi el! Ó, Istenem! Hú, bassza! És most akkor esik? Most még nem esik. De mindjárt fog. Ki sem megyek? Nem értem elég szerintem.
Így mindig nem esik. Ez engem hülyére akar venni? Vagy mi baja van? Verseny stratégiát még nem tudjuk. A. Ő. Jó, mindegy. Hasamra ütök, és akkor beállítjuk mondjuk ezt így. Így hagyjuk. Ja, jó. Ez így jó. Ez tényleg nem esik, de mindjárt kivegyünk és egyből el kell csöpögni. Okay, that's all the checks complete. We're ready to go. Az anyádat azt. Jaj, de rendes. Na, legyen új Sanika ma. De jó hangzik. Öregem! Jöhetek vissza. Igazából csak vissza kéne repülni. És vissza is repülök. Pörögjünk, pörögjünk, pörögjünk. Kapassák addig a fiúk. Hát egy 20 percet egy most el kell pörgetnünk, nincs mese. Mi? Én csak most kezd vizessé válni? Jézusom. Még száraz gumikkal megy az idióta! Nem baj, 10 perc is elmúlik az eső. Jó, addig gyorsan kiszadok, dobok egy fantát, mindjárt itt egy pici türelmet kérnék. Szaladok, sietek.
Köszönöm türelmeteket. Kiborítottam az innivalót, mint a shit. Hihetetlen. Hozzak egy kis rumot még a kávéba. Aztán baleset lett a vége. Gyerünk, pörögjél apukám, eddig lesz még itt eső? Hát ezt nem hiszem. Mi folyik már itt? Aha! Fárad. Fáradhattam mondjuk gyorsabban. Mindig esik még mind... Aha! Most a jó! Most a jó, most rohamosan elkezdett javulni. Most elállt az eső szerintem. Még mindig esik! Ember legyen a talpán, aki ezen ki tud igazodni a rohadt életbe. Totális idiotizmus van jelen. Ez placebo eső? Ja jó. Az a helyzet, hogy sok időnk van. Hát itt fejes kell ugrani a vízbe. Jó. Menjünk akkor. Erünk. És most jön Bottas. Ó, öregem! Ezt a... Hát igen, nagy be. Igen. Ahogy mondod. Ilyenkor kell kimenni száraz gumikon. Aha, jó, rendben. Köszönöm a tippeket. Jó, jó. Örülök, hogy azért ennyire velem vagytok. Hol van? Na most állt el az eső. Oda néz. Hol van? Nagyon szép volt. Így vannak be. Igen. Ez a pálya még azért mindig nem száraz. Egyben hidegek a gumik. Ez a közepes gumi. Én szeretni fogom ezt itt most, úgy érzem. A melegedés még meg sem néztük. Azért... Még fontos lenne. Ennek nagyon-nagyon jó kigyorsításnak kell lenni konstans. Fontosságú. Hú. Conditions look stable at the moment, no rain currently expected. Okay, dry seem like the best tire for now. Három 17 gyerekek, az nagyon kevés. Az meg 13-mal kisebb. Jó, meg vagyunk tankolva mondjuk. That lap was good enough for 14th. És az se lesz megoldás, hogy csak ott nyomom majd mindig az ERS, mint egy állat. Hát javult a pálya. Azért gyorsulunk.
de javulni fog szerintem a következő körbe is egy picikét. Nem rossz egyébként a vezethetőség. Stabilitás szerintem egész korrekt. 3.18. Jó, ez már egy egészen elfogadható kör. Ami fogyasztást itt produkálunk, az már egész jó lesz, szerintem elég valósághű. Megint gyorsulunk. Őrület. Meddig javul még a pálya? Hello? That lap time gives us P7. És ezt a kört toljuk, majd a végét. Kíváncsi vagyok, hogy maxos helyesen mire megyünk. Tehát megnézzük, hogy időmérős tempóval mi a helyzet. Vagy hát... Hát nem is tudom, mennyire kell az... Hából csak szimplán lejjebb kell venni, az kész a szárnyálás. Borzasztó. Kemény gumival én nem tudom, hogy hogyan fogunk menni. Csomó RS elment, bakker. És így érjük el a 3.30-at, hogy tök így nyomom az RS-t. És egy kör alatt mennyi regenerálódik vissza? 70%. Az a baj, hogy nem csak ott kell RS, hanem itt van még egy hihetetlen OP rész. Kettes szektor legeleje. A kigyorsítás. Ez a rész. Ez horror. Eddig 10%. Hát ez kivitelezhetetlen, minden körben nem lehet ezt majd tolni. Hát egy körönként szerintem egy ilyen 10%-ot termelünk. Ja. Annyival érdemes számolni szerintem. Tábla! Hú! Egész jó. Egész jó. Egész jó amúgy. Egész jó. Na nézzük a fogyasztást. Írjuk föl sürgősebben eddig. Ez nagyon nem lett fölírva. Hány körös ez a verseny? Na ki az, aki ezt tudja? Két lábban nyomtam Golden. Még így csak épp hogy értük el a 3.30-ot.
Nézzük csak. 1.44. Leggyorsabb körünkben volt 1.45-ös fogyasztás. 1.45-ös fogyasztás. Ez volt az utolsó. Aha, 1.45-tel kell számolni. Az utolsó körünk. Ott volt az, hogy toltuk a DRS, mint az állat. Ott kisebb volt a fogyasztás, érdekes. Akkor 1.45 szorozva. 35-tel, az 50.7. Oké. Ezt is tudjuk. A Kubi egyébként szerintem így rendben van, bőven visszahűl. Várjál csak, nem biztos. Azért melegebb lesz versenyen. De hát az még szerintem pont belefér. Annyi kell. Nem, playback, ilyen. Apukám, ott valamit elállítottál, nézd meg újra. Biztos. Azt használom, ami a klipbe van, meg sem mutatom. Egyértelmű. Viccen kívül, most mikor jöttünk át Steamre, itt volt minden, én állítottam be itt mindent. Streambe, tehát hogy... Ennyi. Valamit elállítottál. Nézd meg újra. És mindenre figyelj oda külön. Én is volt, hogy nem értettem egy-két dolgot, tehát sok... Elég sok minden látszolott a... Isakból. Furcsáltam, mondom, mi a szart állítottam el. Hogy ennyire különbözik a két verzió? Origines és a Steve-es? De nem. Na, tehát 3.30, ugye? Igen. Mi? 3.35 Schumacher! De szerintem tuti a szélárnyékban volt. 1000%, biztos, persze. Perez 3.31. Jó, hozzá lehet viszonyítani nyugodtan. 3.31, azt szerintem nagyon sok. Hú, baszki. Az a probléma, hogyha én most megint egyet-egyet leveszek, ezzel tudjátok mennyit nyerünk? 1,5 kilométer per órát. Ó. Na jó, nézzük az időmérős tempót. Ennyit beáldoztunk, szerintem most már ennyi bőven elég. Ezzel valahogy megoldjuk majd. Nem tudom, hogy hogy. De valahogy kiszenvedjük. Alonzósan kell védekezni, mint ahogy Bottas ellen tette. Az utolsó körbe. Viccen kívül, nagyon jó védekezett szerintem, csak szabálytalan volt. Jó, de nagyon jól csinálta. Annyira kihasználta a pálya adottságait, hogy jött a törés, vagyis ez a kis benyúló sziget. Kicseszett jó volt, nagyon jó tolta az öreg. Ja, várjál, van itt egy program. Nem se süt, milyen árnyék. Hát Magyi, miről beszélsz? Don't worry about tires, just give it everything. In this test, we just want to make sure we can lap close to our rival's pace. Azért így van végsebesség. Üres kocsival ott lett módba. Semmit nem ünneplünk, semmit!
pole position! Azt a kurva! De brutális! Ez óriási élmény volt, baszki! De jó ég! Hát hogy megy ez az autó? Hát ez szenzációs! Azt a mocskos! De nagyon durva, de tényleg! Olyan tempó, olyan sebesség érzet van. Hú, ilyet nem tudom mikor éreztem utoljára. Elképesztő. Hú. Ugye üres autóval hát nem igen mentünk ezen a hétvégén. És hát most így azért is fura ez szerintem. Mert egy óriásit léptünk el. Mennyi volt a végsebesség? Valaki figyelte? Három 23. Baszki. Tízzel lesz kevesebb, mint az ellenfeleké. Tízzel. Aha. 341. Igen. Akkor tudod mi lenne? Megkérném a kezed 341-el. Biztos. Feleségű vennélek. Na és hát nem biztos, mert lehet nemet mondaná, de ki benne a nemet mondani. Úristen. 341. Az elég jó lenne. Ilyen tapadás mellé. Hát hogyan mondaná a nevet? Hát ez az. Pontosan. Pontosan. Szia Bertin, szervusz. Hát én jó vagyok személy szerint. Remélem, hogy te is jó vagy. Mesélj. Ja, Rászti. Ja, furcsa volt, hogy elég nyugodt mostanában a chat. Gyors körül 3.30 volt? Köszi Zsola. Az jó lenne. Én igen mondanék, macika. Na, örülök neki. Hogy itt jeg Rászti? Mi van veled? Mesélj. Tehát király? Minden? Hogy csak most így gyárra költözték ki csak egyébként Németországba, vagy hosszabb távra tervezel? Amúgy nem is értem ezt a kifogást, már ne is arra úgy benk. Azt mondtad, hogy hétköznap 6-tól idáig, vagy... Ja. Hát könyörgöm. És akkor utána mi van? Utána nem szabad idő van? A balasztrém az abban beleférhette. Hétvégén is dolgozol? Arra nem tértél ki? Hát hétvégén is van stream. Rászti! Apukám! Tehát azért... Én nagyon megértő gyerek vagyok, túlságosan is, de ez most egy öngól volt, valljuk be. Atyavilág! Így van, ezek csak kifogások. Apukám! Ekkorát csalódtam, és megint benned... Abban az emberben, aki vezérszurkoló. Adjuk is. And with all the cars now over the line, let's see our top three again. De Palla, Verstappen, and Sergio Perez. And that's it. Practice is officially over. Until next time, goodbye. Gyerekek, ez egy győzelem. Akárhogy nézem, 2-10-del a Red Bullok előtt vagyunk. Igaz mondjuk, Cunoda is jött egy negyedik időt, senki nem érti, hogy hogy. Hát... Na.
Palmaci. Jajajajaj. Durvul a buli egyre jobban. Most semmi baj? Bazd meg, ezeket nem sikerült megcsinálni. Jó ég. Eléggé félre mentek akkor a dolgok, az a helyzet. Ennyire durva volt a buli? Tél az, hogy albérletbe költözél? Tehát hosszú távra tervezel. Az szomorú. De azért remélem, hogy jól érzed magad tényleg. És hát mondjuk írtad, hogy jó. Az a lényeg. Baszki! Német lányok szépek-e? Magyaroknál nincs szebb. Azért egyébként, hát Bence, érdemes visszanézni. Egy szerény negyedik hely. Pán. De tényleg szerény voltam. 5-7. Mehet is. Ez meg... nagy délután kapunk pontot, akkor indítjuk, és akkor ez meg franciára megjön. Hát mindenki van számolva. Óriási. Hát skacok, ez az autó, hát ez, lassan meg kell állítani itt a fejlesztéseket, mert lefejlesztjük a komplett mezőnyt. Őrület. A szép zsepóval. Szegények. Jó. Maradt 1069 pontunk. Azok jön az időmérő edzés, csak mondom. De most hova mész? Tehát Magyarországra jössz vissza? Oda utazol? Pászti. Ja, tegnap intézted el, hogy szobádban legyen wifi, szóval már leszek olyan 15-30. Hétköznap is hétvégén meg, amikor csak tudom. Jó van, Rászti. Örülök neked tényleg. Kemény helyzetben vagy, az biztos. Kitartást kívánok neked tényleg, legyél kemény. Egyé. Vedd észre mindig a lehetőségeket, ha javasolhatok. Nem tudom, nyitott szemmel jársz, vagy nem tudom, nem akarok itt okoskodni. Jön az időmérő. Nem baj, te egy elveszett gyerek, hogyha ilyenre elszántad magad azért. Ott vagy, vannak terveid. Azért sok mindenki szeretné meglépni, csak nem tudják meglépni, mert lehet, hogy nem tehetik meg, vagy kevesek hozzá, gyengék hozzá. Nem merik. Ja. Okay, the guys have found a leak in one of the coolant lines, so we're patching that up as we speak. Hold tight for now until we've got everything checked over. Évet lányoknál az előjáték a gyantázás, ja. Úgy. Hát igen, hát közelebb lennénk a McLarenhez, az biztos, Peti. Annyival biztos, hogy előrébb lennénk. Right, the car's ready. Let's get it out there.
Én voltam a hülye, de hát... All right, get ready to jump out if you get too hot in there. There's a problem with the cooling system and it's going to take us a few minutes to correct it. Okay, guys, everyone be aware, the car's ready to go. Igen, igen, gyűlölöm Latifit, direkt rántottam bele. Igen, 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 igen. Nagyon rossz elengedni az ellenfeleket, nagyon rossz. De ha konstans működne ez a rendszer, akkor jó lenne, de így, hogy hébe-hóba, hát... Horrodáj. Nem volt ez egy túl jó kör, de megvan az első hely. Nem tudom, hogy a többiek miért jöttek ilyen köröket, de ez elég fura. Latifi 7. hely. Hát én attól tartok, hogy itt a játék bennünket most olyan átver. Ja, 1-10-3, hát igen, 1-0-9-es körök simán leszek. 1-0-9-6-7, simán. Szerintem. Hát ez nagyon-nagyon csalóka. Az eredmény jelenleg. Ezzel a gumival én megpróbálok még egy kört menni. Jó, hát nyilván be kell jönnöm most. Ki a Domi? Röcsögjék, röcsögjék.
Ez az. Azért durvulnak most már fiúk. Standing by. Hát ez a körés szerintem elég a továbbjutáshoz. Csak egy gyakorlásképp jó menni most egyet. Szerintem Japateska. We've only got 2 laps of fuel left. Ah. Ennyire érzékeny, hogy meg. Ha, 14. helyen jutunk tovább. Őrület. Ennyire beteg. Na milyen időket jöttek itt a végén? Nézzük csak. Arkonbokról mindenen keresztül megyünk. Na, hát annyira azért nem kritikus a helyzet végül is. Hát egy fél másodpercet mi is tudunk javítani, nem? Ha úgy nagyon összerakjuk, akkor annyi van benne, szerintem. Ott ezt azért jó lenne kapni. Hát meg itt azért tényleg fontos a jó rajt pozíció, mert hogyha itt megint, mondjuk bazd meg, hol nem fontos? Hát egy jó rajt, igazából talán Imola az a pálya, ahol nagyon nehéz jó rajtolni. Na, jó van. Hajrá! Így tovább! Gyerünk! Jól összerem a pole pozíció, ja, végül is. Ja. Hát 2 gyors kör. Checks complete. Everyone be aware, we've got a car leaving the garage. Jó, Kevin, most talán valahogy nagyon-nagyon viccesen képzeld magad, nem igaz? Őrület, tehát azért
De nem nagyon szoktál támadni engem, de most már te is támadsz, hát... Ohan... Nem sem, eldurult, elharapódzott a mi kapcsolatunk is, úgy érzem. Hát hova fog ez kiukadni vajon majd? Jó, ami tény, az tény. Igen, úgy. Köszönöm. Fél órán. Szarban van már ez a hülye! Na végre. Fok a napraforgó, úgy van. Egy rúgti a kurva anyát, ha jöjjön a lemez. A kompresszorod is jobban szív, mint bármelyik csajod. Márgyi, Márgyi. Szervuszerox, köszönöm neked a 8. hónapot. Hálás köszönetem. Na miért, Lorán? Azért, mert vezeti a bajnokságot? Ja, jó, köszönöm. Less than one lap of fuel left now, the tank's pretty much empty. Kurva anyját azt! Így megáll a játékban, mi ez? Öregem, hát hol vagyunk, hol élünk? Egyben milyen költöttünk? Van info arról? Ilyen költ vagy rosszabbat, jobbat? Mi van? Mi van most? Mit lehet tudni? Érnök ura!
Kettő tizede jobb, mint a Q1-es? Úristen, nagyon jó. Köszönöm. Nálam állt meg, persze. Hát csak koncentrálok ilyenkor, mert tudom, hogy újraindul. Nem akarok megmozdulni. Oda az egész. Persze. Bármilyen akadás van, az sose a stream. Vagy hát... Na jó, ez hülyeség. Óriási. Van azért... Twitch oldalról is, de... Ha ez a játék van, akkor bármi előfordulhatta, inkább így mondom. Baszki. Túl bonyolítom. Ennyi a lényeg. Ez a sokadik ilyen... akadás. És hát igen, Steven is van ezek szerint. Nem csak Origin-en. Még már kezdtem azt hívni, hogy az Origin exkluzív. Ilyenkor ahogy a játék lefagy, én is lefagyok. Köszi Petrix. Nézzük repülő rajtal. Ők így brutál kopott lesz a gumi, de nem baj, ha nem jó a kör, akkor visszajövök és akkor lesz még egy körre idő. No tire concerns at the moment, just focus on the driving. Okay, we've only got one lap of fuel remaining. Így a biztos. Nem tudom, hogy mennyit kukhattunk itt a végén. Inkább friss lágyja, megpróbáljuk újból. Szia, Szami! Kedvenc csapatom nincs a Forma 1-be. Okay, when you're ready, let's go. Igen, András. Andinak szurkolok F1-ben. De hogyha így kérdezed, akkor hogy nem tudod te? Csak én hívom Andinak. Vagy hát, csak én, hát. Még annól mi kezdtük el terjeszteni. Andi. Nem volt egyértelmű ezek szerint? Lehetséges.
Úgy nem beszéltem róla. Most már te is, igen. Hát persze, hogy elterjedtet a közösségünkbe, igen. De egyértelmű persze. Tire condition still looking good. Okay, we're currently in the drop zone. We need you to move up into the top 10 or we're not going to progress to the shootout. God mode, gyerekek, ez God mode volt, hogy nem tört el a szár. Ötödik! Piff! Paf puff! Nagyon jó! Hogy nem tört el a szár, bassza meg! Jó ég! Lehet, hogy benyomtam a cheat engine-t. Még mai napra nem terveztem. Tartalékolom csütörtökre. Jó! Nem volt egy jó kör! Amúgy! Nagyon nem volt jó! Igen! A mai napra a Mercedes szárnyak jutottak! Ja, de tényleg, jogos! Házsajusz, nem tudom! Lehet, hogy titkon levettem az ait! Sose lehet tudni! Az baszki, megnézzünk, az végén tényleg le lenne véve! Akkor lehet én is meglepődnék, bár azt nehezen magyaráznám ki ezek után. Hát, most ezt már sose tudjuk meg, csak azért sem mutatom meg. Ez van. Kicsit megbundáztam, tudjátok, szokásos. Na jó van akkor. Hát, hölgyeim és uraim. Van vissza kettő karika. Kettő lágygumi, friss lágy. Jöhet a világrekord kör. Hadd szóljon. Bundaszag van. Remélem is. Az a jó. Feszültség. Sose árt. Alonzót ütöttem ki. Bekaphatja! Ő meg engem Azerbajdzsánba! Elment a sunyiba. A tata. Szemétláda. Igen, pipa vagyok rá. Olyat írtam neki Instán, hogy nem igaz. Azóta le vagyok tiltva nála. Nem, dehogy is. Soha nem volt ilyen. Írtam már neki cifrákat, az biztos. Biztos hülye, olykor. Hol van Nandi? Tényleg kiesett? Hogy az a... És akkor meg tovább ment? Adjuk már, te jó Isten. Össze fogom törni okon most. Hosszúból.
Úgy azt sem tudom, hogy ki hányadik eljutott tovább, gyerekek, én extrán is be voltam. Azt sem tudom, hol vagyok most. All set, we're ready to go, so let's get the car out onto the track. Na gyerünk! Nagyon megijedtem az első szektoron, amikor lecsúsztam. Az nem egy tudatos lecsúszás volt. Itt. Hú, ott megijedtem. Hú, gondolom, az meg ennek annyi. Aztán mikor törtünk, vagyis hát majdnem törtünk, itt. Bakker, ez az alulkormányzottság itt engem kiidegen. Nem volt tapadás. Szia Domi, minden jó! Ja, hogy alfa? Ja, elolvast, félreolvastam. Hát csak! bocsánat. Úgy érzem, most se lett jókosabb. Hát rendet megszavazva. Bocsi. Életlen volt. Fastest lap so far, well done. Okay, we've only got one lap of fuel remaining. Milyen 7-10? Mi? Miről beszélsz? Honnan? Honnan? Miből? Miért? Q2-ben mi volt a leggyorsabb körünk? Az ugye 7-10. Miért? Egy 11! Jó, éreztem, hogy ez egy jó kör, éreztem. Néha hamis eredmények születnek. Hát ez egy másabb autó, Bacsi, ez egy teljesen más világ igazából. Most vadállatok vagyunk, ugye? Belém költözött valami démon. Valami megbolondított.
Megtanultam játszani. Végre. Erre várok már mióta. A megjelenés óta. Ima liba. Hát nem, hungarocel zsajusz. Sajtkrémmel. És paprikával. Ennyi. A sajtkrém is paprikás volt egyébként. Dupla paprika. Ez a meta. Tűnik. Hát mi nem próbáltam. De hát ezek szerint ez nagyon bejön. Paprika, ugye sok a P-vitamin. Aztán hát... Nagyon hajt. Bajnokok reggelije. Úgy van. P mint Paul. Hát így van. Hát így van. Pontosan. Ugye, ugye, na. Óriási. Megőrülök. Ha ezt most bámészkodunk direkt, nem pörgetek. Élvezzük ki. Tudom, nem sokáig leszünk első helyen, tudom, de még leszünk, még vagyunk, addig élvezzük. Ilyen egyszerű. Addig meséljetek, Mizu. Hogy nyitják mostanság. Még van egy percünk. Amúgy azóta vagyok kicsit ilyen lüke, mióta kiburítottam az innivaló. Valami akkor történt. Valami akkor. Szerintem olyan energiák szabadultak föl. Ura. Ura. Érdekes, de én is olyan újjászülettem, úgy érzem most valam. Teljesen, nem tudom mi. Képesztő. Hát nem tudom. Mindig lehet javítani egy körön. Ezen is biztos, hogy lehet. Hát... nem tudom. Okay, that's all the checks complete. We're ready to go. Thirty seconds left in the session. Pozíció!
Basta, kurva! Bassza meg! Foruljunk vissza, mert megbüntettek! Jó! Erről van szó, de mekkora pole! Gyönyörű! Good qualifying finish. It's time to remind ourselves of our top three. DePaola, Perez, and Carlos Sainz. Qualifying complete. Pole. All that remains is the main event. We'll be live and uninterrupted for the Grand Prix tomorrow, so make sure you join us then. Hát ezt most nem bánom, bazd meg. Ezt most nem bánom. Marhára nem fog érdekelni, hogy régüres térből rajtolok. Gyönyörű! Gyönyörű! Nagyon jó! De örülök! De örülök, úristen! Nagyon jó! Nagyon jó! Vakhangyáknak ez kiváló eredmény! Végre! Ez az! Jöjjön a verseny! It's time once again then to go racing here in Montreal. The second largest French-speaking city in the world and home since 1978 to the Canadian Grand Prix. Köszi mindenkinek! We'll be seeing top speeds of around 210 miles per hour here at the Circuit Gilles Villeneuve with around two-thirds of the lap taken at full throttle. High-speed chicanes spell potential danger, especially at the infamous Wall of Champions. Így van, két lábbal a földön. Watch out for overtaking into the hairpin. Hallgassuk Zsákos Alexet. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. DePaola lines up on pole position, edging out Sergio Perez, who lines up P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Sainz, Verstappen, Charles Leclerc, and Hamilton, Ricciardo, Russell, Ocon, and Fernando Alonso, Tsunoda, Bottas, Pierre Gasly, and Mick Schumacher, Magnussen, Albon, Lance Stroll and Sebastian Vettel, Norris and Nicholas Latifi. And now it's time to head down to the track. With me today, of course, is Natalie Pinkham. Let's talk about DePaola. That was a solid result in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. After the points finished last race, nézzük a fogadást, srácok! Adjuk meg a módját! Sikerül-e a futam győzelem? Miért nem egyértelmű ez a fogadás vajon? Mindenki ezt kérdezheti ugye magában, magától. Óriási lehetőség van, így van. Így van. Így van. Ugye ezt nem a láz mondatja veled, Davej? Nagyon, nagyon remélem. Ez, azok itt a remek alkalom, hogy meg lehet gazdagodni. Kemény gumikon! Aszta! Hát lehet, hogy akkor én is kemény gumizok. Minden, tehát az első... Tehát Perez, Sainz, Verstappen, Leclerc kemény, aztán mindenki közepes, Gasly lágy, aztán megint mindenki közepes, a két Williams kivételével.
Na jó van, akkor Dave, örülök. Több a nem, mint az igen? Az hogy lehet? Kacok, de amúgy valami óriási milliókat itt el kéne érni. Rekordot kéne dönteni. Mennyi volt a rekord? 3,5 millió? Körül. Megbántottalak, Lacika, ne haragudj, jaj. Szívem csücske, hát... Ja... Mit vettél magadra? Nem vagyok benne biztos, hogy mire gondolsz Norbika, de ejtem. Rajta vagyok az ügyön. Te is, Bazsi, te a másik. Hát sok, sok csücsök van a szívemben. Kacok, eddig 500 000 alig léptük át. Mi ez a fogadás? Nem áll. 1 millió alatt én nem indulok el. Úgy döntöttem most. Meghúztam a váratlant ezzel most, de... Jaj... Mire spóroltok ennyire? Ne spórolj! All in! Gyerünk! Kikes! Gyerünk, all in! Spórolsz VIP-re, és... Kicsikét... Pörgess fel a dolgokat, hamarabb meg lesz a VIP. Gyerünk! PUBG Duo-ra spórolsz, baszki, akkor gyors kiveszem. All in, úgy van, gyerünk! Ja, hogy a fogadás végére tartogatod. De 250-en szállsz be, akkor remélem. Hát azon is rajta vagyok, Lion. Elmegy valaki, Teót, nem áll? Ne. Most ne. Koncentráljatok inkább a fogadásra. Pár másodperc és vége. Óriási lehetőség van. Hát hihetetlen, nagyon erőtlen lett ez a fogadás. Most ne haragudjatok meg. De hát ez mi? 600 ezer? Majdnem 700. Nem ismerek rátok. Nullával kevesebbet nyomtál. Jó, hol lemente? Jó van. Majd mikor nyomok rá egy TO-t, akkor én meg egy nullával többet fogok. Ez ilyen egyszerű, tehát egyik kézzel adok, másikkal elveszek. Profi. Mit gondoltok egyébként? Mi legyen, kemény gumival rajtoljunk? Az elég nehéz. A közepesen rajtolok? Hát... Nagyon egyszes jön. Keményet kipróbáltam, igen, tehát mindenképpen használnánk a keményet. Négyen indulnak, tehát a mögöttem lévő közül négyen kemény gumival rajtolnak. Jaj! Jó, jó, jók a tippek, alakul. Vet, lágy. Ja, aha, jó, egyre jobb. Köszönöm, hát bőség zavara van.
ilyen tippeket hát nem tudok dönteni. Ilyen végsebessége, hogyan leszek hátvéd? Nem gondolkodom. Kurva nehéz lesz. Nem, nem, közepessel kell menni. Nem bízok a versenytempóba. Tehát kell nekem egy 2-3 kör, mire alkalmazkodom a versenykörülményeket. Az ellenfeleknek meg nem kell. Soha nem kellett. Muszáj. Muszáj ezt csinálni. Igen, eső. Hát ez bezavarhat, mint a húzat. Á, nem, nem, nem cikázhatok úgy, mint Alonso. Szabad ér. Nem állhat meg a motor egyébként, uraim. Hát nincsen meghibásodás. Kivettem, mert nem értem, egy rakásszar az egész. Kemény gumiktól félek nagyon, bassza meg. Tényleg kivettem a meghibásodást, persze, persze, hogyne. Ezért fogadtál nemre? Hát, szoború. Látod, látod? Ennyi. Pénztártól való támadás után már nem fogadunk el reklamációt. Ennyi. NHL játék az ilyen. Tudni kell mindent. Ha nem tudsz, nem tudsz mindent, akkor bizony, bizony. Pontot nem adunk vissza. Ja, álpás számla, jó van. Sokat fogunk bukni, baszki, mindenhogy. Próbálom megfejteni, hogy melyikkel a legkevesebbet. Hát istáló. Hát nem tudom. Egy... Hát jó, talán ez, de egyik sem jó. Tehát most az elejénél előnyünk lesz, a második etapra, hú, baszki. Ott viszont óriási hátrány szerintem. Ja. Azért azokat a kigyorsításokat. Hát ja, ez jó, ez jó hangzik így Levente, igen. Igen. Right, let's get the car up to temperature on this lap, please. We're learning the gears, so let's go through them all if you can. Hát az eső az szerintem ilyen tinglitanglizós lesz. Hát az eső arra lesz jó, hogy minket szarrá verjenek. Valahogy le kell őket rázni majd az első körökben.
DRS-en kívülre kell őket dobni minden áron. Ha nem jön össze, akkor baj van. Köszönöm szépen, Túrós Batyú, a szurkolás, szervusz! Köszi szépen! Some parking. Let's try and get a good launch as the lights go out. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid is formed. Be ready with a clutch. Good job, that was the fastest lap of the race so far. Battery charge is high, let's use that overtake button a bit more. Perez behind. Okay, the gap behind is 1.6 seconds. Okay, they're on fresh hards. Their tyres are 2 laps old. We think they've got one more stop. And the time last lap was a 1 minute 13.3.
Remélem, hogy csatázni fog Sainz és Perez. Sainz is the fastest man on track right now. He's just posted the quickest lap of the race. Az meg fogyasztása nem jó, ugye? Egy gyors matekot kérnék arra, valaki ráér. Az meg. Legyen a tartalék. Rain is forecast in just over 10 minutes time. Rain in 10 minutes. Hátsó tenger picikét forró. Nem rossz a fogyasztás szerintem. Még kordában lehet tartani. A
Perez is behind you. And the gap behind us is 1.1 seconds. Okay, they're on old hard tyres. Their tyres are 6 laps old. We think they've got one more stop. Time last lap was a 1:13.2. Nagyon nehéz így légüres térbe menni. Gyorsan. Nagyon nem akarom leverni az RS-t, tudja, hogy meg kell védekezni. Több kör múlva, meg pláne. Megpróbálom majd a lehető legjobban elnyújtani ezt az etapot. Közepes gumis ellenfelekkel szemben óriási előnyöm van. És öregem, Sainz és Perez nem csatázik egymással. A örömömre. A hátsó gumikat kordában tartjuk. Report. The rain's a few lap outs yet, but it is coming, so be careful. Dries definitely seem like the fastest tire at the moment. Valahogy most jobban lehajtjuk. Érdekes. Driver behind. Perez behind. Okay, so the gap to the car behind is 1.8 seconds. Okay, they're on old hard tyres. Their tyres are 9 laps old. We think they've got one more stop. Your last lap time was a 1:13.8. Még egy 5 kört kell mennem. Még bírja végül is. Ez itt többet is bírna. We're expecting some rain soon. Expect the first drops in the next few minutes. Hát ez baj. Ez nagyon nagy baj. Eső, az nagyon-nagyon rossz. Ez nagyon-nagyon rossz nekünk. Nekik szárad lesz, nekem nem. Overtake button more, it's time to utilize some of this energy. Come on.
Hűl a levegő, egyértelműen. Kubis. Hiába van túlerőltetve. Hűvösebb. Nekem csak jó most. Report. Watch the conditions, we think there's rain coming pretty soon. Be careful. Okay, dry seem like the best tire for now. We're approaching the pit window now, and you're going to be on hards next time. Ugye elkezdtem húzni egyből, bazd meg. Komorú. A kérdés az, hogy az ellenfeleknek milyen hatással lesz. Ez olyan eső lesz, mint szabad edzésem volt. Semmilyen. And we're still happy that we're on the right tires at the moment. Okay, be aware, the grip levels are going to start falling away soon. Ooh, boss, mate. Oh boy. DRS has been disabled by the stewards. DRS will be offline, wait for further updates. Oh, there's magnitude. Ez egy komoly eső. Check your MFD for a new strategy option. Perfect job from you and the crew there, mate. We're delighted with that. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross onto the track. Valtteri's in the pits.
Weather report. 10 minutes left of this rain, then we think it's going to dry up. 10 minutes. Okay, not sure whether dries or inters are faster. We're right on the crossover. Egyből. Oh boy. Ott van közepes. Weather report. Weather report. It looks like the weather's going to dry up in about 5 minutes time. Inters seem to be the fastest tyre for now. Yeah. Nem bírom lerázni őket, bakker. Let's use overtake and burn off some of this energy. Weather report. So we're looking at another 5, maybe 10 minutes of this rain. Inters look like the best tyre for now. Myanmar.
Végig eső lesz, mert én szembánom. Ez csak jó. Kell, akkor ezt tartom. Kemény gumival azért lennének problémák. Miért ilyenkor lehet közepes rakni? De az a baj, már nincs közepes. Az el van lőve. Csak kemény van. Lágy és kemény van csak. Aztán közepes van. Igen, nem kell nagyon, az meg hát ez így nem megy. Azt a mint az ész. Hú, remélem, hogy lebontották egymást. Driver behind. Perez is behind you. Our gap behind is 1.5 seconds. They're on old intermediates. Their tyres are 6 laps old. For the time last lap was a 1.21.6. Okay, I think the track's going to be drying out quite soon. Be careful you don't burn out your tires. Have the report. So the rain should be stopping anytime soon. So we should see a dry line starting to form fairly rapidly, so make sure you cool your tyres down the straights. Inters seem to be the fastest tyre for now. Okay, looks like some of those puddles are clearing. We're still definitely on the right tyre for the time being, but we're probably not a million miles away from slick conditions. On we go. Csak a gyorsabbak vagyunk.
Hihetetlenül begyorsult. No rain expected, no rain expected for the time being. We're not certain which is the best tyre right now, dries or inters. Okay, so we're leading our teammate by 33.2 seconds. Okay, the gap behind is 3.3 seconds. Az üstállóját bele! Ez véletlen volt az újraindítás. Nem kell mások. Gondolkodom a lágyon, de közepes gumink túl melegedett. Lágy is melegszik majd szerintem. All right, consensus in the garage is that it's probably about time for the slick tire now. It's going to be slippery, but it'll probably be quicker. Hát kemény gumi van, bazd meg, nem tudom mi lenne. There's a new strategy available on the MFD. Ez így nagyon nehéz lesz. Valtteri is in for his stop. Some information on Magnussen for you. Right, they've got a serious car issue. It looks like they're retiring. Perfect job on the turn in there, mate. Looks like a nice stop time. We're happy with that one. Az lehetetlen. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Let's go. Az meg mit ment Perez.
That's correct. DRS has been enabled. DRS is now enabled. Verstappen has just moved into first place. Okay, gap to the car ahead is 2.1 seconds. Leclerc is ahead of you. Our gap to the car in front is 2.1 seconds. They're on fresh mediums. Their tyres are just one lap old. Time last lap was a 1 minute 14.8. The gap to your teammate behind is 26.1 seconds. Yellow flag. Okay, clear. No need to worry about the tyre condition for now, everything's looking good.
And that's just 5 laps of fuel remaining. Catching the car ahead, well done, but be aware, these tyres need to get us to the end of this race. Jó, hát ezt most már csak haza kell hozni szerintem, biztonságosan. Ez a verseny egyébként tökéletesen bemutatta azt, hogy a játék mennyire rossz. És mennyi mindent kellene vele csinálni. Őrület. Ez egy elsőadt verseny, bazd meg. Ezért kellene kivenni az esőt például, amit nem lehet. Nevetséges. Nevetséges egyszerűen. Szomorú. Én úgy gondolom, mindent megtettem tényleg. Hát az, hogy bazd meg, hogy körbeautóztak. Tehát esélyem nem volt rá válaszolni. Elképesztő. És az, hogy nem merek lágyat tenni, az meg annak volt köszönhető, hogy nem is lágyra állítottuk be a beállítást, tehát fix, hogy túlmelegedett volna egyrészt. Másrészt meg lágya nem lehet rajtolni, de mindig kopott lágyat ad ez az idióta játék. Tehát hogyan merjek én fölrakni bármiféle lágyat ezek után, verseny közben? Hát ez a kettő fő érv volt a lágy ellen. Nyilván utólag most már lehet megpróbálnám a lágyat, fene se tudja. Egyértelmű első helytől fosztott meg bennünket ez a kurva játék. Hát menjen a jó édesanyjába. Szomorú. Szomorú. Ez a véleményem. Ez az őszinte tiszta véleményem. Örülni kell egyébként ennek a második eredménynek, mert megharcoltunk érte. Ez egy nagy célgyőzelem lett volna. Ettől megfosztott ez a rohadt szarházi. Mert ez ellen most mit tud csinálni, ami történt? Semmit. Körbe, letol. Nem tudsz hogy szikázni. Nincs rá mentség igazán, nincs rá orvosság, semmi. Az meg a másik dolog, hogy hogy a szarba, kivezető körön, száraz gumival, bazd meg, száradó pályán, világrekord kört megy az ellenfél. Löker, konkrétan, hogy volt az? Majd visszanézzük ezt. Várjál csak, mindjárt elmentem. Visszanézzük ezt. Hát ez majdnem sírva fogadtam, amikor megláttam. De nem akartam bajrézni, mert csak tempóvesztesége jár. Elmentettem, szépen visszanézzük. Beszarás volt. Perez és Röker olyan köröket mentek, vagy nem Perez, Verstappen, vagy Perez? Perez, ja, aki letolt a pályáról. Igen. Hát mondom, ó, baszki. Meg ez az állandó lögdösödés, hogy kilök az ai. Hát én még ilyet nem tapasztaltam. Én tudom, mit állítgattak. A mai nap ez a második alkalom. Tegnap ott volt Monaco. Hát őrület. Az ideális híven mész, lelök, kilök, baszki. Mert mondjuk voltak olyan féktávok korábban, hogy elhagytam a pályát úgymond. Vagyis hát nyilván fehér vonalon kívülre nem mentem, de rajta táncoltam.
És ő ilyenkor nem lát. Eddig az volt az év, hogy nem lát, mert nagyon a határon táncoltam. De most már olyan sincs helyette, csak úgy kilök. Jó verseny volt ettől függetlenül, óriási nagy díj, óriási élménnyel. Hát ez elképesztő, hogy mennyire befolyásolja a játéknak az idiotizmusa, az eredmény, az elért eredmény. Többen, és ezért kapcsoltuk ki a meghibásodás, ezért kapcsolnám ki az esőt. Semmi értelme. Akkora lutri faktor van a játékban, hogy őrület. Igazi orosz rulett. A legdurvábbik fajtából. The drivers are on route to the podium. Ne siránkozzunk, inkább elemezzük ki a helyzetet. So aztán tanuljunk belőle. Mindig van mit. Our championship leader is still sat. Óriási hétvégénk volt. Első helyről rajtoltunk. Jó verseny volt. Let's focus on driver of the day, Natalie Pinkham. Come on, who do you pick? Na, nézzük csak. Ugye jön a váltópont. És itt konkrétan hogy is volt? Perez vizes pályára, tehát azt hiszem elsőként rakta föl a gumikat. Ezeket a labroncsokat. Hideg gumikon, és víz van a pályán. Hideg gumi, hideg közepesekkel. Futott egy olyan kört, hogy baszki. Oké, tehát eléggé száraz volt a pálya, hozzá kell tenni, de hideg! Hideg! Baszki! Tehát, hogy ilyet csak a gép tud, tehát annyira nem emberi ez, annyira nem életszerű. Rommán vert! Mi meg mentünk, mint az atom. Jó, egy nagyon rossz féktávot vettem itt a box utcára, nem akartam büntetni semmiképp. És odanéz, hova jött. Elképesztő. Oké. Itt vagyunk előtte. Sejtettem, hogy óriási baj lesz itt Perez előtt. Nagyon nehéz lesz. Hát és ennyi. Annak örültem, hogy letört a szárnya, legalábbis bíztam benne. Tehát, hogy ezek így honnan jönnek, nem tudom. Nem tudom. Tehát egyértelmű, régesség egyértelmű, a féktáv, meg később van. Tehát Perez az nem a százas táblánál fékez, az biztos. Hát, itt hogyha nem tudná, hogy melyik kanyar következik. Csak megy. És menet közben jön rá, hogy erre kell menni, jó. És hát bizony. Itt elmegy a Mercedes is. Ja nem, ő nem. Csak épp hogy. Hát egy elég csúnyát kellett védekezni ellene. Itt azt hittem, hogy kilök. Itt azt hittem, hogy Imola Bottas Russell lesz. De amúgy megint nem lett volna semmi közünk hozzá. Mert igazából szép filóval odahúztam az autót, ez viszont látásra. Aztán meg... Hát jó, hát na. Az a másik kormánymozdulata semmit nem befolyásolt. Amikor balra megindultam picit. Ott... Ja, hülye vagyok. Hát az azért volt, mert... Megijedtem, hogy mondom, pazd meg, ez kilök. Inkább hagyjunk helyet, menjen el. Ennyi. Ez idő alatt Leclerc szinte teljesen száraz pályán olyan kört ment, hogy bazd meg, majdnem mindenkit megelőzött. Hát kösz. Oké, volt ebben egy kilökés. Volt egy csata, Verstappen megelőzött, de hát akkor is. Száraz volt a pálya. Szinte teljesen. A másik dolog, meg hogy
ilyen körülmények között, ugye nyilván mi hideg gumikon, elég hideg gumikon voltunk, az ellenfelek úgy mentek, mint a rakéta. Elképesztő volt, hogy hogy előztek meg. Többenet volt. Hogy ott hagytak például. Hát itt nagyon hideg volt a gumi, de hát Hamilton is kemény gumikon volt. Mivel másabb az ő kemény gumia? Hát az a helyzet, hogy amikor ennyire határon kell venni annak érdekében, hogy elér egy jó eredményt, egy kirívó eredményt, ami egyébként ez így is az, de egy csalás az egész attól függetlenül. Tehát én nem akarok terhetetlen lenni, azért nem azt akarom ezzel mondani. Csak az, ami megtörtént. Hát most... Hogy nem, majd pezsgőt bontunk egyből. De másodikak lettünk. Persze. Voltunk már másodikak. Itt akkor lehetett volna ünnepelni jogosan, hogyha megnyerjük. Ez egy elcsalt verseny volt. Meg ez a tempó, amit egyenesekben leműveltek. Hát, kérem szépen, ez hol volt intereken, hol volt, amikor közepes gumikon mentünk? Hogy? Hol volt? Nem tudom, hogy ezt mi befolyásolta. Perez mit ment? Kíváncsi vagyok rá, hogy milyen kört futott. Azt mondja, hogy... 19-7 volt az első körünk. ment. A kettő másodperccel volt gyorsabb csupán. Úgyhogy akkor vizesebb volt a pálya egyértelműen. És mikor kijöttünk a boxba, hát könyörgöm, akkor is hol volt ő? Tudtam, bassz meg. Hát ez hihetetlen, odalész. Milyen messze volt tőlünk. A gyerekek, ez majdnem 4 másodperces távolság. 4 másodperc. És ez idő alatt, hát mi tettük a dolgunkat. Mentünk, nem volt itt hiba. Ez egy rossz féktáv volt persze. Itt maximum, mennyi mehetette? Fél-egy másodperc maximum. És akkor jön Perez. És itt van. Hát nagyon nehéz lenyelni ezt ilyenkor. Őrület. Nem azért mondom, mert lehet bármit is változtatni most. Tudom, hogy nem. A jövőben talán igen. Lehet valamit tenni ellene. Nem tudom, hogy mit. De valamit majd biztos. Inkább én hibáztam volna, komolyan mondom. Inkább forogtam volna meg, és úgy lettünk volna a vagy nem is tudom. Valami más, hogy tehát valami életszerű.
Én elbukok nagyon szívesen. Hát ez amikor lecsalnak, bazd meg. Hát ez elképesztő. Haha! Hát ez meg a másik volt. És itt Hamiltonnal is csatázott. Hát itt Hamilton őt megzavarta. Hát egy ilyen kigyorsítás után, egy ilyen kigyorsítás, egy ilyen csata után ez megtörténik. Konkrétan letolt a pályáról a fiú. Tök így nyomtam az RS-t. És ennyi. Szevasz. Következő egyenesre. Hát már nem volt esély. Ó, DRS-e. Nem bírok visszajönni. Mi szélárnyék. És hát ennyi. Zseniális. Zseniális. Hát sajnálom, srácok, nagyon, hogy csak ennyi lett. Mindegy, tényleg nem akarok azért ilyen. Ez inkább, én úgy élem meg, hogy ez inkább maximalizmus, vagy nem is tudom micsoda. Valami ilyesmi, mint hogy pesszimizmus. Nem szeretek pesszimista lenni. És persze, nagyon jó dolgokat csináltunk ezen a hétvégén, ezen a nagydíjon. Fény és falu. Attól függetlenül ezek dolgok jelen vannak. Ez attól függetlenül úgy van. Ez pedig akkor elindít. Jöhet akkor a brit nagydíj. De ezt mikor, melyik helyzetre gondolod le? Our new parts have completed without issue. They'll be on the car, ready for the next race weekend. A reporter is asking who you see as your rival. Egyszerűen elvenni. We need your input. Thanks for handling. Ja, amikor Perez kitolt. Hát, jó, de az egy, mondjuk egy olyan helyzet volt, hogy arra nem számítottam, hogy lelök. Mert az egy egyértelmű féktáv volt. Arra, az meg sem fordult akkor a fejembe. Sejtettem, hogy nagyon, tehát egyébként a következő kigyorsításon biztos, hogy megelőzött volna. 1000%. Arra tényleg nem számítottam, mikor, hogy kilök. Okay, we've had the new parts come through the fabrication process. We'll have them with us for the next. Na mondja, lehet ilyeneket trükközni. Hát most ez nincs kedvem.